Sziasztok! Geri vagyok! Már annyira rég volt ilyen random bontogatós tartalom. Most főként a régebbi nézőimhez szólok, emlékeztek még rá régen ilyen full random, csak néhány boostert, vagy esetleg egy kis special edition-t valami tök random időből kibontottunk, aztán talán jött belőle valami epic, talán meg nem. Na hát most is ez fog történni, ugyanis ezeket a tartalmakat egyébként én nagyon szerettem, és remélem, hogy ti is. Aztán most ugye van setup, meg most ugye sokkal jobban néz ki az egész, hát miért ne használnánk ki. Ki fogunk bontani egy kis pici Maximum Crisis Special Edition-t. Bizonyám, fú, régi szép idők, amikor még a Maximum Crisis uralkodott, akkor még emlékszem, hogy nagyba készítettem a régi Hungry Seven sorozatnak a harmadik évadát. Vaj, de szerettem a jó kis Arc 5 szériát. Ebből egyébként egy nagyon epic kártyára pályázunk, mégpedig a Secret Rare Ash Blossomra, ugyanis az egyik Ash Blossom a pakolinban common. Ezen változtatni kell. Úgyhogy ahelyett, hogy megvenném nagyobb rarityben, inkább megkísérlem, hogy kibontom Secretesben, de persze nem remélem, hogy egyből már is a set legdrágább lapját kibontjuk három boosterből, úgyhogy azért keresünk bármilyen rarity is lapokat. Szóval nézzük meg, hogy mit rejt. Na, aztán amúgy tök epic, hogy nekem van egy Maximum Crisis-os playmatom, és akkor így azon tudjuk bontani, hát ez fenomenális. Na, ahogy itt látjátok, egyébként ebben ilyen promó lapok is vannak. Innen esetleg ezt a felsőbbrendűt szeretném. Ezek közül meg igazából már minden megvan. Na, hát ez most nem lesz egy annyira hosszú bontás, úgyhogy ezért elnézést kérek, de azért már az ilyen kis gyors, rugalmas videók is hiányoztak nekem, úgyhogy na, miért ne csinál? Hoppá, oda nézzetek! Pont itt van! Így van, pontosan ezt szerettem volna, de ha jól tudom, akkor kettő is van benne. Na, hát így akkor már... Menj, menj, nem! Hát így akkor már is lőttük az első szerencsét, és itt van az Emerging Emergency Rescue-t. Ez nagyon epic, úgyhogy így szuper esben ennek abszolút örülünk. És itt van a három darab Maximum Crisis Booster, úr, és hát ma már ilyet nem sokat látni. Úgyhogy nézzük meg, azért a Zarkot is epic lenne kibontani Secretesben, vagy de hát ne reméljünk túl nagyokat, reméljük egyáltalán, hogy Secretet bontunk. Na, Performapál Review Dancer. Wow, igen, a Performapálok mentek itt ezerrel. Phantom Knights of Lost Vembrance. El is felejtettem, hogy még Phantom Knights-ok is voltak itt. Wow. Nem rossz. Phantasm Spiral Crash. Ó, itt már... Jó, itt még voltak rérek. Phantom Spiral Dragon. És... Hopp, egy rarity. Mégpedig... Ó, oh, a Sylvan Princess Sprite, itt garantált volt a szuper. Nem is tudom, fú, na ez viszont egy nagyon jó egyes Axis szörny, úgyhogy erre emlékszem, hogy bizony ez nagyon jó volt. Ennek örülünk. Preda Plant, Darling Tonia Cobra, ez egy nagyon jó lapja volt a Preda Plantnek, és most érzem, hogy hármas, jó extender lehet. Magician's Right Hand, Zodiac Cataroost, Zodiac Gathering, és vissza az elejére. Aj, a réreket is hogy becsüljük, úgy már csak ilyen special packek, mint a Grand Creators, olyanban találunk réreket. Itt meg még minden boosterben volt egy garantáltan. Lirilusk Sapphire Sallow! Gondoltam, hogy ilyenkor fognak felhívni, mindegy, nem csaltam, bár most nagyon nehezen hihető, de mindegy, látjátok a kiadáson, itt tudom, én csak csomagot várok, aztán pont most jött. True Dracula Apocalypse, Digital Bug, Let Debug, Subterror Behemoth, Pendulum Switch, és pont itt van az Ultra Rare True King Return. Igen, de higgyétek el, hogy nem csaltam most, hogy ilyet minek tennék oda, csak pont akkor csörög a rohadt telefon, amikor már kibontottam a pakot, tudtam, hogy ez lesz. Úgyhogy na, itt is van az első Ultra Rare, kijött egy Ultra a Special Packből. Na, ennek nagyon örülünk, bár a True King-eket annyira nem szeretem. Spiral Mission, igen. Subterror, és vissza az elejére. Ez a Pendulum Switch se rossz egyébként. Na, ez az átka, hogy telefonnal kamerázok, hogy ugye bármikor megcsörrenhet. Az utolsó Maximum Crisis Booster. Ki tudja, mikor lesz legközelebb. Magician's Left Hand. B.E.F. Zelos. Phantasm Spiral Wave. Ó, oh, Phantasm Spiral Dragon, és még egy Axis, Phantom Knights of Cursed Javelin.
Hát igen, a kettes szintű Phantom Knight Exiseket abszolút nem használom meg. A kettes szintű Phantom Knight szörnyeket se tudom, hogy ez hogy lesz, nem mindegy, úgyhogy ez nem túl hasznos. Ez egy szép csapda, a Breakaway. Nem is tudom, hogy melyik szörnyek ezek. Ja, talán a Gemini nővérek? Lehet. Dinomist Howling, Lirilus Cobalt Sparrow, és Baobaboon. Jaj, ez is nagy lap volt régen. Na, hát egy Ultra Rare-t azért mégiscsak sikerült kihalászni ebből a kis Maximum Crisis Special Edition-ből. Látjátok, ilyenek voltak ezek régen. Amit furcsa, hogy mostanában hogy nincsenek ilyenek. Tehát így az új boosterekből nem voltak Special Edition-ök. Ez nagy hiba, ám Konami, ezek rohadt jó cuccok voltak, úgyhogy ezt kérjük vissza. Tehát igen, ebbe azért minden még egyszer kijött pluszba, csak ugye nem First Edition, hanem Unlimited. De hát most az mit számít? Tehát ez, na, azért értitek, akkor sokkal nagyobb impactja volt, hogyha valami First Edition, most csak a tintbe reprintelnek mindent. Na, úgyhogy minden esetre azért remélem élveztétek ezt a kis bontást, köszönöm szépen a megtekintést, sziasztok!